Sziasztok, remélem tetszett az első rész. Ebben a második részben valamivel több helyen történő horgászatot vágtam össze, viszonylag rövidebben. Az első horgászat az a Hajnaltavon történt. Ez egy olyan tó, ami Szabocs megyében található, és még soha nem horgáztam itt. Igazából új gazdás tó, és remélhetőleg jobb jövője lesz ennek a tónak most már. Valamint ebben a videóban van még egy puskázok közben. Van még egy kis sáska horgásztavi peca, ez is elég rövidre sikeredett sajnos. Aztán van egy kis kemencés horgásztó. Ez a kemencés horgásztó is Balmazújváros határában található, a keleti főcsatorna mellett. Valamint a végén egy biztos sokak által ismert Verbatanyán történő horgászatnak egy tényleg nagyon-nagyon kis része. Sajnos ezt a videózást is meghiúsították az elemek, de azért itt is van mit nézni, van mit mutatni. Remélem ezt is fogjátok élvezni. Ezen a napon a Tiszatelek mellett található Hajnal horgásztavon horgászok. Ez a tó majdnem 20 éves múltra tekint vissza, mesterségesen kialakított vízterület, viszont az az egyik jellemzője, hogy ez idő alatt nem sok lehetőség volt horgászni rajta. Cserélődtek a tulajdonosok, meg egyéb nem tudom milyen okai voltak, egyébként nem sokat tudok a tóról. Ami biztos az, hogy nem egy széles tó, viszont hosszú, nem tudom pontosan hány hektár lehet a vízfelület, de kettőnél biztosan több. Jelenleg, ha jól tudom, márciustól ugyancsak egy más tulaj kezeli a tavat. Azóta már nem kevés fogható pontyot telepített bele. Viszont volt is hátrányos hozadéka annak, hogy sokszor nem volt rajta horgászva, tehát több éven keresztül, és elég sok alkalommal nem foglalkoztak a vízzel. Például az, hogy sajnos a elég erős ragadozó állománya, süllő is csuka is, az kipusztult. Nem tudom pontosan mikor, ezt most hallottam a tógazdától. Azóta, tehát nem tudom mikor pusztult ki, és nem tudom, hogy azóta erősödötte meg újra vagy sem, de azt gyanítom, hogy nem. Viszont a nagy ponty és amur állománya az talán még megmaradt a piaci méretű pontyokon kívül. Úgyhogy ezekre horgászok jelenleg. Pontyra, amúra. Már sikerült fogni egyébként 2 darab pontyot. Ilyen másfél és 2,5 kg közöttieket. Kárászt is fogtam már, az viszont van benne rengeteg. Valamint volt egy kis érdekesség, amit nem hiszem, hogy a mostani tógazda telepített volna bele. Egy olyan 10 deka körüli pontyot is fogtam, ez volt az első halam. Úgyhogy azt gyanítom, hogy a helyi szaporulat is megállja a helyét. Úgyhogy remélem most már jó közegben lesz ez a víz, és egyre erősebb halállománnyal fog bírni.
Dél elmúlt, ezt a napot nem fogom végig horgászni. Jelenleg, vagyis hát ez idáig 5 darab pontyot fogtam. Minden ponty, ez a frissen telepített méret, tehát olyan 1,5 kilótól 3 kilóig fogtam belőlük. Fogtam egy egész kicsi pontyot, 10 dekás körülit. Nem hiszem, hogy ilyet rakott bele a tógazda, úgyhogy valószínűsítem, hogy ez már helyi szaporulatból származik. Sajnos egy darab törpeharcsát is fogtam, de ez azért nem jelenti azt, hogy rengeteg törpe lenne benne. Valamint egy kis kárászt fogtam, ennyi volt a mai nap. Az etetőanyag, amit használtam, az nem más, mint mézes barackos ízesítésű Betamix etetőanyag volt. A felét használtam el körülbelül. Csalinak megpróbáltam több dolgot is, csontit, kukoricát és waftert, peletet, és a legjobban megint csak ez a vajsavas ízesítésű pelet vált be, amit már az előző horgászataim során is használtam, és mutattam már nektek. Úgyhogy ez a horgászat ennyi volt, biztos, hogy vissza fogok még ide térni, ugye ez az első horgászatom volt itt. Ígéretes tó, és biztos vagyok benne, hogy vannak benne nagy halak is, de azt egy hosszabb horgászat alatt fogom tudni talán megfogni őket. Úgyhogy az még várat magára. Egyelőre ez ennyi volt. Sziasztok! Thank you.
sajtótájékoztatóján. Az államtitkár kiemelte, hogy az ellenzék azt a költség... Thank you.